A következő vendégünk pedig Gémesi György, aki Gödöllő polgármestere és az Önkormányzatok Szövetségének az elnöke is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a tévénézőket! És abban a témában hívtuk, hogy mi lesz a hulladék szállítása, hiszen nyílt levelet írt nem olyan régen a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek, és arra hívja fel a figyelmet, hogy már május végére összeomolhat a rendszer? Tulajdonképpen a rendszer a végnapjait éli, hiszen egy olyan finanszírozás problémával küzdik, ami nagyon nehezen oldható fel, és körülbelül az ország felét látják el ilyen típusú hulladékgazdálkodási cégek. Uniós pályázatból készült, önkormányzati tulajdonú 100%-ban ezek a cégek, és non-profit cégek, tehát nincs nyereség rajta kezdettől fogva. Ha a bevételt az állam határozza meg, most már 2,5-3 esztendeje, nem lehet díjat emelni, és a kiadási oldalon többletterhek vannak, így a tranzakciós adó, az elektronikus útdíj például, vagy most a lerakási járulék, ez egy plusz adó, és emellett még le is kell csökkenteni 10%-kal a rezsicsökkentés keretein belül, bizony előbb-utóbb fejreáll a cég. Azért tudnak még működni, mert kötelezően képezni kellene az amortizációs alapot, ami újra képezi, tulajdonképpen újraépíthetővé teszi a hulladék és fenntarthatóvá hulladékgazdálkodást, és a rekultivációt, ez pedig de a ezt hulladék. Ezt költik el a mindennapi működésre. Ezt beforgatják, erre már nincsen gyakorlatilag félrerakott pénz, és most egyre inkább merülnek ki ezek a cégek azért, mert ugye a lerakási járulék az adó, ami a válogatás után megmaradt hulladék végleges elhelyezése után számítanak ki, tonnánként 6000 forint, és ennek a befizetésére már nagyon sok cégnek nincsen pénze, és a NAV szépen leemelgeti, mint adót a cégeknek a számlájáról. Ez történt a Zöldhídnál is, egyébként ez történt Kaposváron is. Ez a cég egyébként Gödöllő székhelyen működik, azért is érinti önöket, de sok várost a például Kaposvári, így van, a kaposvári cégnél is leemeltek 100 millió forintot, majd valami megállapodást kötöttek, hogy ilyen széthúzzák ennek a 100 millió forintnak a befizetési kötelezettségét, tehát nem engedték el. Most nálunk az történt, hogy egy 2-3 héttel ezelőtt leemeltek 10 millió forintot, és a következő részletnél le fognak emelni 60 millió forintot, és akkor vége. Tehát akkor már nincs miből kifizetni a folyó működési költségeket, és természetesen nincs miből kifizetni az emberek bérét. 300 ember munkahelyéről van szó, és 300 ezer ember ellátott területéről, 106 település önkormányzati társulása működteti tulajdonképpen a Zöldhíd Régió Kft-t, aminek én elnökeként a tulajdonosi képviselője vagyok. Most ahhoz képest, hogy milyen régen hallunk arról, hogy probléma lesz a hulladék gazdálkodással és szállítással, és hogy a rezsicsökkentés például ezt illető része az végképp beteszi a kaput ezeknek a cégeknek, és az utcán fog maradni a szemét, végül is sehol nem találkoztunk azzal, hogy az utcán maradt volna a szemét, tehát az emberek feltehetően nem érzik ezt annyira égető kérdésnek, hiszen a törvények rendelkeznek arról, hogy amennyiben az illetékes cég nem tudja elvégezni a feladatát, akkor a katasztrófavédelem kijelöl valaki más, aki majd megoldja. Az egyszerű állampolgár meg annyit lát, hogy a szemetet elviszik, tehát akkor mi a probléma? A probléma az, hogy ez egy nagyon jól működő európai színvonalon szolgáltató cég, amiben nagyon-nagyon sok munkát tettünk bele polgármesterek. A szolgáltatást jól biztosítja a területen, korszerű formában, és ez a cég most bezárja a kapuit, majd a következő történik, a katasztrófavédelem, konstatálva a helyzetet, kijelöli ezt a céget a feladat ellátására, és azokat a forrásokat, amelyek a működéshez hiányzók, az beletolja. Ez egész egyszerűen egy feje tetejé állított elképesztő rendszer. Ahelyett, hogy azt mondaná az állam, ha már így döntött, hogy ezeket a költségeket pluszba ráteszi, hogy a bevételi lehetőséget korlátozza, hogy azt mondaná, akkor azt a pénzt, ami hiányzik, azt én bezolom. Egyébként ez sem szabad, hivatalosan nem szabad, mert az Európai Unióval aláírt szerződés, az állam, önkormányzatok és a unió által aláírt szerződés, az azt írja, hogy a szennyezőnek kell fizetni a szennyezés költségeit, amiben benne van az amortizáció és a rekultiváció. Tehát azt a hulladék gazdálkodási díjba kell beépíteni, ami most nem lehetséges, tehát se az önkormányzat, se az állam nem tolhatja be, de ez már legyen az államnak a problémája az unióval való vitájával. Ezt a szerződést aláírták, és ezzel tulajdonképpen meg is szegik. Tehát mi lenne a megoldás? A megoldás az lenne, még mindig lehetne megoldást. Azt mondani, hogy szép lassan visszatenni a reális árat a hulladékgazdálkodási költségekbe. Vagyis szedhessenek nagyobb díjakat, vagyis fizessenek többet így a háztartások. Igen, így van. Nem, tehát non-profit alapon, tehát nincs rajta nyereség. A költségeket, amit egyébként el kell költeni, amibe kerül,
Nyilván ezt ellenőrizheti, 600 hatóság is egyébként minket is ellenőriztek, hogy ezek a költségek reálisak is. Reálisak egyébként. Amiben benne van az amortizáció és a rekultiváció, azt vissza kell tenni szép lassan a reális helyére. És én azt gondolom, hogy körülbelül 5 év elegendő arra, hogy az állam töltse föl azokat a számlákat, ahol a amortizációs és a rekultivációs költséget képezni kell azért, mert már mondjuk a mi rendszerünk 5 éves, az apintógép, ami 100 millió forint a végét járja, a gépkocsik szép lassan két műszakban dolgoznak, tönkre fognak menni, tehát ezeket szép lassan pótolni kell, arra van az amortizációs költség. Erre most semmi fedezet nincs, tehát hogyha még ki is tudnánk gazdálkodni a költségeket úgy, hogy nem teszünk félre pénzt az amortizációra, akkor is, ha lerobban a gép, akkor nincs pénz arra, hogy azt pótoljuk. Márpedig akkor valóban leáll a rendszer, hiszen válogató gépek vannak, tömörítő gépek vannak, autók vannak. Tehát itt ezért mondom azt, hogy valóban a végnapjait éli, csak kérdés az, hogy mikor fog ez megtörténni. Nálunk az megtörténik, hogy finanszírozhatatlaná válik a rendszer, és azt nem szeretném, mert én tudom, hogy az állam azt mondja, hogy gondoskodik, és még az is lehet, hogy az állampolgárok semmit nem fognak észrevenni, mert a katasztrófavédelem bepótolja a pénzt, csak nagyon nem szeretném, ha az állam azt mondaná, hogy a sok buta polgármester ez nem tudja működtetni ezt a rendszert. Ez ugyan megkapták az Európai Uniótól a pénzt, létrehozták, de most ugye hát nem tudják működtetni, majd én működtetem, és szépen betolja azokat a hiányzó forrásokat, ami a működés egyensúlyához szükséges, és aztán ránk mutat, hogy hát ugye látjátok, ők nem tudták, mi meg tudjuk működtetni. Ezt nem szeretném. Ezért szeretném világosan a nyilvánosság előtt ezt a vitát lefolytatni, kitenni asztalra ezeket a számokat, és aztán nyilván mi csak tudomásul tudjuk venni azt, hogyha az APEC elviszi a pénzt. Vannak sokan, akik hallgatják mondjuk ezt a beszélgetést, és azt gondolják, hogy hát még ha értek is az ön problémáját, hogy azért végső soron az ő szempontjukból ez a kérdés úgy néz ki, hogy ha az következik be, amit ön szeretne, akkor ők többet fognak fizetni azért, hogy a szemetüket valaki elvigye, ha pedig az következik be, amitől ön tart, akkor őtőlük konkrét háztartástól nem fognak többet. Pénzt adni. A konkrét háztartásról nem, de ez az ő pénzükből megy. Hát ha a katasztrófa vélelem beteszi a pénzt, ami egyébként nincsen fedezet a költségvetésben, amire nincsen fedezet a költségvetésben egyelőre, tehát valahonnan el fogják venni, valamelyik területnek síli, csak ők konkrétan nem érzik ezt, de valahol mégiscsak az ő pénzük megy ebből a rendszerbe. Mennyire kellene többet fizetni ön szerint ahhoz, hogy fenntartható? Nem sokkal. Mi kiszámoltuk egyébként, hogy 10-11%-kal utolérnék most az árakat. Azért az nem sok, egy éves 30 ezer forintos hulladék gazdálkodási költségnél, éves viszonylatban 3 ezer forint, az havi jelleggel gyakorlatilag 280-300 forint, tehát gyakorlatilag nem nagyon terhelni meg őket, és akkor reális lenne a dolog, és visszaállna az a egyensúlyba tartható, fenntartható rendszer, ami a korszerű hulladék gazdálkodást, és ami környezetvédelem megóvását, környezet megóvását is jelenti. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Önöknek köszönöm az eddigi figyelmet, kezdődik mindjárt a híradó, aztán térjenek vissza hozzánk. Fogunk többek között az adócsökkenésről is beszélni.